Apukám rejtjelező volt, ez angolul annyit tesz, hogy codeman, és hát ugye a nagy hidegháborús időkben ez egy nagyon fontos feladatkör volt akkor, mert ráadásul nem nagyon használtak még számítógépeket, szoftvereket igazán erre, és ő volt az, akin keresztül az üzenetek az akkori kormány, hát maga Magyarország és a nagykövetség között Amerikában, ugye jöttek-mentek az üzenetek kódolva, és akkor neki kellett ezt édesanyám elmondása szerint, mert ő nem nagyon szeretett és nem is nagyon beszerhetett a munkájáról. Igen, úgyhogy ő nem, de ez később annyit mondott el csak anyu, hogy hát így betűket, számokat kellett a fejében számolni, és azért elég megterhelő és stresszes is volt egyébként neki ez a 4,5 év, de nekünk meg ugye óriási hatalmas lehetőség, és hát nyilván ő is élvezte, és tényleg a mai napig nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és hálás, hogy ő ezt minimális angol nyelvtudással így bevállalta. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Pár év rádiózáshoz kijött, de egyébként mindig ilyen hangon volt, csak megpróbáltam ilyen észidészis dolgokat énekelni, ilyen vonyítósat, de... Ja, igen, abból nem. Mutattál példákat a múltkor. Nem jött be. Tényleg jó az orgánumod, főleg így, tudod, ilyen fül közelből. Igen, hát ez a rádióban ez jól szól. Ez a, bár mondjuk csak 4 éve cigizek, tehát igazából nem is. Most alapban mindig... Minek szoktam már rá ilyenkor? Hát itt a vége felé tudod, mert már olyan vele kipróbál mindent. Hát, ha nem mindent, azért hozzáteszem, mert hála Istennek én például nem pöffentek, meg semmilyen dolgot, azon kívül, hogy megiszok egy pár vörösbort, sőt, hektoliterbe lehet néha mérni, mert imádom. Jó is az. De jó. Ezen kívül műsorról vagyunk adásban, de semmi gond. Már most? Na nyugodtan hozd be. De ezt jól csinálta, hogy ne izguljak. És a házi asszony, tedd le szívem, mert igen, forró. Annyira szuper a Judit itt hozza nekünk. Hogy fogja meg, Peti? Ne finom a bitalokat. Ne, forró. Add ide a izé. Ez? Az alját. Ez tényleg forró. Jaj. Nehogy oda fölragd. Ide ne? Oda ne. Oda. Én meg itt borozom közben. Te meg borozzá, egészségedre. Köszönöm majd, szépen, utána egészségetek. Borozzunk, reméljük. Utána folytatjuk. Reméljük, hogy nem maradtok sokáig. Most innek gyorsan, amit akartál. Az érdekes, hogy a te neved, én nem tudom, annyira ismerős nekem. Megmondom, hogy miért. Miért? Péter is azzal kezdte. Mondjad. Szóval, hogy ő is azzal kezdte, hogy Hartai Katalin, de nem gerelyhajító, ugye? És mondtam, hogy nem a gerelyhajító vagyok. Tehát, hogyha nagyon sok sportot néztél, vagy ilyen sportot, akkor onnan lehet ismerős. Hartai, neki fut, és 94 és dobja, méter. Igen. 70 valamennyiket dobnak, úgy tudom a sztárok, a nagyok, akik bekerülnek az olimpiára, ha jól sejtem, 74 méter az igen. Valamennyi volt a csúcs. Velem is próbálkozott a testemelő tanárom, de ez nem jött össze, pedig nagyon jó kondiba voltam fiatal koromban, időszámítás előtt 2000-ben, de ez a gerely, én leginkább szertornáztam, kézilabdáztam, meg fociztam. Ja, hát ezt akartam mondani, lehet, hogy nem ez a neked való sportág volt, nem és volt ezt erőltette. Nem, de maga úgy tetszett. Régebben annyi atlétikát néztem, hogy hihetetlen imádtam a futást. Akkor onnan ismerős. Aha, futtam. És akkor valószínű, hogy az atlétika miatt, hogy annyit hallottam, hogy Hartai, azt akartam, én nem tudtam, hogy a gerelyhajító. Igen. Valami sportoló vagy színész, valami nekem ez volt benne. Igen, de én úgy tudom, hogy van egy Hartai rendező is, akinek most nem emlékszem sajnos a keresztnevére, elnézést ezúton is, hogyha ezt nézi. Meg volt valami Hartai ékszerész, egyszer találkoztam az utcán, de amúgy egyébként nekem van egy harmadik nevem is, ez persze nem hivatalos, csak most már, hogyha így beszélgetünk, akkor elmondom. Ha már így ráérünk, igen, és New York kellős közepén, szóval elvileg Hartai Katalin Indi, egy időben felvettem ezt a nevet, és nem hivatalosan vettem fel, de van egy ilyen Indi, ez egy spirituális becenév, wow. Nem tudom, egy spirituális névként született. Ez egy teljes ilyen egész napos névalkotó tanfolyamon, ahol a rezgésekkel, frekvenciákkal, hangokkal foglalkoztunk. Ami gyógyító hatású is lehet. Abszolút, meg romboló is lehet, de hát nyilván azokat a hangokat kerestük, amik velünk passzolnak, és ami éppen akkor így átrezegtet, és jó érzés, és akkor egész nap a számokkal, betűkkel, hangokkal játszottunk, és ami a végén maradt, abból tettük ki ezt a nevet. Én tudod, miért hiszek ebben? Mert sokszor próbáltam már, hogy madaraknál, hogyha bejátszok egy zenét, mondjuk
itt a hátsó udvarba leszáll egy madár, vagy valami, bejátszok neki bármilyen zenét, harokzenét, ha lassút, ha zongorát, semmi, nem mozdul rá semmit. Tételezzük föl, már megszokott engem valamennyire, és nem repül el. És ha hiszitek, ha nem, hogyha egy ilyen monoton hangot bejátszok neki, egyből fölkapja a fejét. És a rezonancia nagy valószínűséggel, igen, és ugye a hangtartomány, amiben megy nekik, ugye, tehát mi van? Péter, azért röhögök, mert végre tudom csinálni a telefonnal. Na, ez technikai újítás. Tehát, hogy én azért hiszek ebben, hogy ez a rezonancia, ez a hanghullámok gyógyítanak, mert ugye, hogyha ő ráig ez így hat, akkor nagy valószínűsége, ugye annyi agyabban, mint egy galamnak, tehát, hogy akkor valószínű rám is azért tudna. Hogyne? Hát meg ha belegondolsz, minden sejtünk, ugye minden, hát elvileg az asztalban is az összes atom rezeg, minden rezeg, csak nem látjuk. Ebben tehát, az asztalban nem, mert ez üreges. Peti többször szokta magyarul mondani fikázni ezt az asztalt, de alakul az új asztal, tehát jó lesz. Most légy szíves, ne írj hozzá, mert kong minden, hogyha ha ugye kicsit... ezekre a borra, meg igen, a vízre, amúgy is féltől, hogy felborítjuk. És még ha rezegnek is az atomok, akkor mi lesz, akkor itt minden kökövön nem marad. De szóval, hogy minden hat ránk, minden. Biztos, minden hang, benne, minden rezgés, és hát most nem akarok elmenni odáig, hogy ugye az Emoto, a japán vízkutató, hogy milyen szavakkal, hangokkal kísérletezett, és az hogyan hatott ugye a vízkristályokra, de hát ugye mi is 70% víz vagyunk, és ez egy hasonló elven működik, gondolom én. Amit már a Ray Tiróban elmondott a műsorunkban, ugye? Igen. Ugyanez a víz. Volt már persze, ilyen vendégetek. Aha. De nem baj, ha te is elmondod, mert minél többen mondják, lehet, hogy egy-két ember annál jobban elhiszi, és legalább kipróbálja. Vagy utána néz, vagy kipróbálja. Utána néz, és igen, ha kipróbált, akkor rájön, hogy ez tényleg működik. Igen. Én csak tátott szájjal néztem a Robit, hogy ez tényleg így van, és kipróbáltam, és tényleg működik. Tehát, hogy erre figyeltek fel a mondok. Lehet, hogy pont tényleg egy olyan frekvenciát találtál, ami éppen elképzelhető, velük passzolt. Igen. Például a bocs, Peti, csak a kísérletem az volt, hogy ugye a párom, a kisvörös belement a fürdőkádba, beledobtam egy hajszárítót, és olyan rezonancián kezdett el mozgolódni, hogy mondom, ez hihetetlen. De valami, hogy ezt ne próbáljátok ki otthon. Ez csak viccol. Igen, Péter, most te jössz. Pont néztem egy podcastet egy méhész csajról, és ott is beszéltük a rezonanciáról, de nagyon érdekes volt, mert azt mondták, hogy... Nem ő volt a méhész, a barátja. Várjál, azt meg... A férje, barátja, vőlegény. Nem, ő a csaj volt a méhész. Aki nálunk vendég volt? Nem. Ja, te egy másik podcast. Egy másik, nem a méhész, de, mert ő a méhész az ékszereket csinált, ugyebár. A méhész csaj. Igen. Nem, egy... Ja, nem ő, na mindegy. Mindegy, igen, össze-vissza és... beszél. Ja, igen. Csak képzeld, én imádom a mézet. Én is. És ugye itt Amerikában sajnos fölteszem a kezem, még nem találkoztam igazi... Jó mézzel. Jó, már tudom, ilyen kis piacokon ott lehet kapni, de őrült lusta vagyok, én Costco-ba megveszem, bevásárolok központba. Hát ott ne is keresd. És mondom a Csajszának, utána Peti befejezheted, bocs, csak ez ideillik, mondom a Csajszának, lefényképezem az én Costco-s mézemet, és egy kicsit hergeljük már az urat, légy szíves, mert hogy ugye ő méhész. Igazi méhész. És gondolatod, meglát egy ilyen Costco-s, már meglátja a feliratot rajta, úristen, ez még mézet sem látott. És, ez itt egyébként a tömeg termeléses nagy áruházás. Most azok számára mondom, akik nem itt élnek, mert nekem 3 hónappal ezelőtt ugyanúgy új volt a Costco, úgyhogy hát ha vannak Magyarországon hallgató. Hát nem, én csak azt az oldalt segítem képviselni, akik nem tudják, mi az, hogy Costco-s méz. Igen, és de ettől fogadás. Igen, Aldi és Tesco-s. De várjál, nem mondjunk ilyeneket. Nem mondjunk, ugye ezt vágjuk ki. De figyelj, csak maga a méz, tehát az a tudat, hogy kortyolom, nyelem meg, mert én tisztán szeretem, tehát én se teába, se kávéba, semmi, én tisztán, mézes kenyére. Régen mit csinált anyukám? Mondjuk én időszámítás előtt születtem, és ugye mit csinált anyukám, hogy gyorsan kellett, hogy vajat rákenni? Vajas-mézes kenyér, igen. Figyelj, hát az az igazi finomság. Na, akkor tudod, hogy a méz a harmadik legnagyobb hamisított étel? Azt hamisítják, a harmadik legtöbbet hamisított étel a méz. Hallottam valamit róla, igen. Meg, hogy felforrósítják, amikor nem szabadna, mert akkor nem kristályosodik ki annyira az üvegbe, meg szóval meséltek ilyeneket. Vannak trükkök. Igen. Amerikában már be van tiltva a kínai méz, szóval itt már nem lehet kínai méz kapni, de ezen úgy csinálják a kínaiak, most úgy csinálják a kínaiak, hogy elküldik Indiába, és onnan küldik be a mézet, szóval akkor nem kínai méz, de Jesus. Mert ők úgy csinálják, hogy beletesznek a kornszirupot, vagy akkor a kornszirupot, meg ilyeneket, és az nagyon, nagyon gáz, de
Mindegy, ilyen érdekes. Cukorszirup, kukoricaszirup. Kukoricaszirup, és igazából azt mondom mindenkinek, amit az Attila mondott, tök jó, hogy ha akarsz mézet venni, akkor menj a kis helyi farmerokhoz, vagy itt vannak a kistermelőkhöz, és ott kell menni. Most pont ezt akartam nézni, hogy nálunk hol lehet kapni. Na, így most már 18 perc bevezető után akkor kezdjük el. Ugyanis azért vagy ma a mai vendégünk, mert... És még lehetmentem, bocsánat. El vagy? Rángos az asztal, direkt szóltam. Jó, oké. Állíts, hogy felfelé akart, most így lesüljött. Jobb készülő van egy kar, azt hát meghúz. Azt csináltam, és azért huppantam ide le. Addig Attila, beszélj a mézről. Ha visszafelé mondom a mézet, akkor zén. Anyukám felvidéki nagybátyja is méhész volt, mézkészítő, de most nem tudom, ebbe belemenjünk-e. Szóval én így nőttem fel, hogy a lépes méz, az a felvidéki lépes méz a kertjéből. Tudom, én említettem a múltkori találkozáson is, hogy a mákos beigli, a pacal, meg az ilyen dolgok nekem a csúcs, úgyhogy vega vagyok, hogy nem eszek húst, de ez lényegtelen. És a 8 között, vagy az 5 között biztos, a méz is ott van. Uh-huh. De valószínű azért, mert annyira édes szájú vagyok, hogy hihetetlen, mondjuk engem fölöz a kisvörös, de én komolyan mondom, bármennyi sport szeretet hozol, vagy bármilyen... Mind megeszed. És a étcsoki, azt meg imádom. Hát azért... Na, jó, az de jó, nem ez. De az legalább egészséges. Na, szóval... Volt egy program egy szombaton, egy nagyon jó gyerek műsor, amit a Pilvax Production Zsidei Timi szervezett a Magyar Házban, vagy közösen szervezték, ezt nem tudom, és ezen a koncerten fellépett a két kiváló zenész, a Laci meg a Balázs, és embereket meghívtunk, vagy meghívtak, ugye reklámoztuk minden, és arra lettem figyelmes, hogy a bejárati ajtónál téged nem ismertelek, a Zsidei Timivel beszélgetsz. És mondom, ez érdekes beszélgetés, ebből másfél órás csevegés lesz. Igen, egy nagyon élénk beszélgetés. Nagyon élénk. A Timiről meg tudni kell, hogy ő egyébként alapban is tud beszélni, tehát, és láttam rajtad, amíg én ott mentem kifelé, hogy hát, tényleg? Hát, nem mondod? Hát, na, ez mondom, kemény lesz. Ez jó lesz podcastnek való. Ebből koncert nem lesz. És akkor miután lement a buli, vagy hát a koncert. Igen, a Belvárosi Betyárok. Belvárosi Betyárok, zseniális volt. Koncertjén az volt, bizony. Akkor ugye mindenki elment haza, mi ott még pakoláztunk meg minden, és akkor te meg ott maradtál, úgyhogy nem is mondtuk, hogy maradj ott, de ott maradtál. És a legvégén nem felejtem el, körülbelül 44 percet álltunk a hidegben minimum, kint. Igen, de milyen jó volt. Átfáztunk. Többször megemlítetted, hogy éhes vagy, elmenni vacsorázni, ha valaki csatlakozna. Már, nem tudom, mi lett, ettem-e a végén, vagy sem. Már ott feltűnt, és de hát ugye nem tudtunk elmenni, de mindegy, és az a lényeg, hogy elmesélted nagyjából így átfutólag az életedet. És hát annak egy kis részét, ami Amerikával és ezzel az úttal kapcsolatos. Igen. Hát ha még az életemet elmeséltem, azt sosem megyünk hozzá. Akkor lesz két és fél órá. És kész, igen. És úgy gondoltam, hogy el kell, hogy... Na, gyere hát ide hozzánk, mert tudod, ott is mondtam neked, meg ezt elmondjuk mindenkinek, hogyha valakinél csak egy szó beüt valamit, vagy egy mondat, vagy maga a jellemed, az energiád, ami biztos, hogy van, hiszen érződik, gondolom, köszönöm, a kamerákon keresztül is, hogy már az jó, és ettől kezdve te jössz. Meg se szólalok. Ajaj. Ki vagy te? Honnan jöttél? Meddig maradsz? Voltál-e már? Hát ilyen alap így, hülye kérdéseket így, most így. Csak úgy nagyjából úgy összefoglalólag mondál. Hát igen, ez a ki vagyok, honnan jöttem, most gondolom nem arra gondolsz, hogy a plejádokról, meg a szírió, meg hogy csöppentem ide, hanem hogy most Amerikában. Szóval én Hartai Katalin vagyok, alias Indi, de ezt most már nem annyira használom, ezt a nevet egy-két ember ismer még így. Amúgy ennek a névnek is van jelentősége, mert ugye az Indiana Jones, a kalandozás, és akkor ugye már rögtön itt is vagyunk, hogy Móka, a magyarok kalandozásai Amerikában történetesen, és akkor innen jött az egész beszélgetés. Hát az én történetem Amerikával elég hosszú időkre, vagy régi időkre nyúlik vissza, szinte időszámítás előtti ez is most már. Mert nem vagy velem egy idős, nem vagy nem, ilyet. Egyébként nem. Egy sem mondom, mikor születtem. Hát figyelj, szerintem olyan 31-32 körül lett. Igen, jó az arckrémem, de köszönöm. Nem, amúgy tényleg nem. Figyelj, én ki tudom számolni. Na, ha elmondom azt, hogy például 1983. januárjában tettem lábamat először amerikai földre, akkor jöttünk ki először, és akkor voltam 6,5 éves, akkor viszonylag akkor gyorsan kiszámolható, 76-ban születtem, és valóban így volt, hogy
egy januári téli napon a család kiköltözött Washingtonba. Ennek annyi volt az oka, hogy édesapámat kiküldetésbe küldték a Magyar Nagykövetségre, és... Hát hogy ránéztél Péterre? Miért? Benne volt a keze? Nem, mert azt szeretném megkérdezni tőled, hogy az apukát mit is dolgozott? Igen, ez Pétert nagyon érdekelte idefelé a kocsiba, ugye ő hozott el, sokat beszélgettünk. Apukám rejtjelező volt. Ez angolul annyit tesz, hogy codeman. Uh-huh. És hát ugye a nagy hidegháborús időkben ez egy nagyon fontos feladatkör volt akkor, mert ráadásul nem nagyon használtak még számítógépeket, szoftvereket igazán erre, és ő volt az, akin keresztül az üzenetek az akkori kormány, hát maga Magyarország és a nagykövetség között Amerikában, ugye jöttek, mentek az üzenetek kódolva. Uh-huh. És akkor neki kellett ezt édesanyám elmondása szerint, mert ő nem nagyon szeretett, és nem is nagyon beszélhetett a munkájáról. Igen, úgyhogy ő nem, de ez később annyit mondott el csak anyu, hogy hát így betűket, számokat kellett a fejében számolni, és azért elég megterhelő és stresszes is volt egyébként neki ez a 4,5 év, de nekünk meg ugye óriási hatalmas lehetőség, és hát nyilván ő is élvezte, és tényleg a mai napig nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és hálás, hogy ő ezt minimális angol nyelvtudással így vállalta. Mi ebbe is belemegyünk, csak ez hogy történik egyébként, mert az én apukámat nem küldték ki, meg anyukámat se dolgozni külföldre, hogy hogyan történik ez, hogy ilyenkor kimentek, kaptok szolgálati lakást, megvan az anyudnak, vagy apudnak, vagy mind a kettőnek a feladata, hogy mit kell ott csinálni, aha, az nem is érdekel. Kérdés. Csak hogy így veletek mi lesz? Tehát, hogy így a családdal? Igen, tehát, hogy így bekerülsz például te egy suliba, aha, itt Amerikába, említetted, hogy akkor még nem ment annyira az angol. És csak három szót tudtam csak körülbelül. Csak pislossz, ugye. Az első nap elmondtak az iskola előtt. Cikiznek a többiek, nem cikiznek. Szerencsére nem nagyon cikiztek. Aha, hát figyelj, biztos mindenkinek más a személyes története, tapasztalata. Velem tényleg nagyon kedvesek voltak az amerikai gyerekek. Első nap az iskolában azt úgy kell elképzelni, nem tudom, akkor rögtön belemegyek a közepébe aztán, hogy hol laktunk, meg ilyenek, azt majd még szóba kerül, de szóval az első napom az úgy nézett ki, hogy a tanár valamennyire bemutatott, ez érdekes módon én valahogy emlékszem arra, hogy mit mondott, pedig még nem értettem, tehát ez nagyon furcsa, hogy a gyereknek valahogy nyitva van valami harmadik szeme, füle, nem tudom, hagyadik, szóval hogy mintha emlékeznék, hogy bemutatott, itt egy kislány Magyarországról, leültem a padra. Tudták, hogy hol van Magyarország? Hát figyelj, akkor elsősök voltunk, tehát hogy nem. Szerintem amúgy se tudták volna, még otthon se, hogy szóval nem, de nem is, tehát gyerekekként nem ezzel voltunk elfoglalva, a tanárnő valószínűleg tudta, de ugye én jó kislányként, jó gyerekként Magyarországról, ahol ugye így kellett ülni, nem tudom, látszódik a kamerákba, leültem az asztalhoz így, és az összes gyerek, az összes amerikai körém sereg lett, és így ugye felszabadult amerikai gyerekek magyar integettek az arcomba, háj, meg így, és akkor próbálták szétszedni a kezemet, hogy hát lazíts már, én még tehát iskolában vagyok, vissza. Megint szétszedték, széthúzták, vissza. Na, és látod, akkor... ezt sem mondta még senki. Hogy? Hát, hogy te az otthoni formátumot hoztad. Bizony, mert hát én iskolában voltam, azt hittem, akkor én jó leszek, tudod, így kell, ők meg ez a, tudod. Kicsit, hogy húzd már ki magad, légy szóval, most egy kamerát nem tudjuk, csak hogy mutasd a kezed. Ja, hogy így, hát igen. Ugye, mert igen. Még édesanyánk idejében még ők még így ültek, azt ők hiszem, hátrafelé, mi még legalább már így ülettünk, de még mindig ott volt ez a kicsit, ez a szocialista, vagy régi rendszerbeli, vagy poroszos, most akárhogy nevezzük, módszer, és hát ugye ők, ugye mi így jelentkeztünk, ők meg így, szóval, hogy ez az egész, ez az amerikai lazítás, és hát hosszú távon szerintem ez tényleg jó hatással volt így a jellememre, meg az egész személyiség fejlődésemre, mert ez olyan érdekes, ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy az előtte való emlékeim, bármennyire nagyon sok szálon kötődök Magyarországhoz, és imádom, és szeretem, és ott élt a nagymamám, és a magyar kultúra versek, de valahogy az akkori országból, meg az életemből minden emlékem ilyen szürke. Tudod, mint Totó a Kansasbe. Olyan szürke, és akkor Amerikától meg minden emlékem színes. Szóval, hogy itt valahogy olyan más volt az egész, ugye akkor az iskolákban tele volt minden színes képekkel, énekeltünk az óra elején, zipiridude, zipiridé, tudod, és akkor nem ez a osztályvigyáz volt, hanem az éneklés, a színek, a földön játszottunk, és nekem ezek nagyon jók voltak a lelkemnek. Négy évet húztál? 4,5. Hát az első fél év az a ráhangolódás volt, az 3 hónapig nem szólaltam meg, rajzoltam, festettem, unókártyáztam, mert ugye azt lehetett angol nélkül is, és akkor ennek is van egy története, hogy én elkezdtem angolul beszélni, ott már ugye kellett egy áttörés, így utólag értékelve már valószínűleg annyi volt, hogy nem 3 hónapig én némán ott el voltam, de egyszer rajzoltunk zsírkrétával, minden gyerek körbeállt egy nagy asztalkör, ott volt egy csomó zsírkréta, nekem kellett a barna, mert egy fát rajzoltam valószínűleg, és ugye a törzshöz, és az nagyon messze volt, és azt mondtam, hogy jó.
és minden bátorságomat összeszedem. El kell kérni valakit. Ezt valakitől el kell kérni, nincs mese. És annyit mondtam, esküszöm, odamutattam, és annyit mondtam, hogy please, és minden gyerek megfordult, és elkezdtek tapsolni, she said please, mert megszólalt. És ez olyan érdekes, hogy ez nekem csak egy ilyen kedves történet volt sokáig, és egy-két éve valakinek elmondtam, és akkor valaki segített megérteni, neked valószínűleg kellett egy ilyen érzelmi, egy visszahatás, egy kis ünneplés, amitől önbizalmam lett. Tehát egy szó volt, ami megtörte a jeget, és akkor utána már úgy lassan-lassan elkezdtem beszélni, az már szerencsére ugye a második fél év volt az évből, és akkor már újból, amikor szeptemberben indultam velük, szintén elsőbe, mert ugye visszatettek alapok, matek, olvasás azt elsőtől, akkor már angolul velük együtt tanultam, hogy ezt fél év alatt egy gyerek hogy csinálja, vagy hogy beszívja. Így látod, tehát működik. Simán, ennyi. Ez működik. És akkor utána sikerült beilleszkedni, rengeteg barátnő, barát. Voltak, igen, lett legjobb barátnőm is, akkor ugye ott az volt a divat, nem tudom most, hogy csinálják, hogy ugye amíg Magyarországon mindig egy osztály ment végig, sokszor 8 éven át, ott direkt az volt valahogy a koncepció, hogy így megkeverjék. Állandóan. És állandóan, igen, jöttek újak, volt, aki maradt, de úgy megkeverték az embereket, és akkor sokszor volt olyan, hogy elment a legjobb barátnőm, akkor lett helyette 2 másik. Szóval így jól el voltam, nagyon szerettem. A követségen ugye kutyák voltak, most már nincsenek sajnos, de én a saját kutyáimként szerettem. Na, mert ugye kérdezted, hogy volt, meg hol laktunk. Igen. A követségen belül laktunk. Wow. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert voltak diplomata családok, ugye sok mindenki dolgozik egy követségen. A legtöbb család az kint önálló lakásokban, ilyen kondominiumokban, tehát ilyen lakásokban lakott. És akkor, hogyha volt valami követségi rendezvény, nézd a képet, igen. Én csak itt tudom, nagyon hiszok egy kortyot, és leteszem. És most csöndet. Ez azért kell nekem, mert ez lazít. Már mondtam a srácoknak, hogy izgulok, azért mondták, hogy mitől. Úgyhogy ez nekem a hangulati jelen. Igen, tehát követségen. Szóval mi bent laktunk a követségen, ugye pontosan azért, mert tehát laktak még bent, akik ugye a nem tudom, sofőrködéssel, kutyák ellátással, tehát nekik is tök fontos munkájuk volt, hogy az egész követség fenntartása. De várjál, de a kutyákon ne lépjünk már. Hogy kerültek oda a kutyák, vagy milyen? Valakiknek a kutyái? Vagy... A kutyák követségi kutyák voltak, védték közös tulajdon. Védték a követséget? Hát elvileg igen. Uh-huh. A kutyák körül volt is ilyen nagy legenda, meg sztori, hogy mert ezt úgy kell elképzelni, hogy mi egy pici kis ilyen U-alakú zsákutcának a végében laktunk, ott van mai napig is a Shoemaker Street-i épület, most 2 épülete van a követségnek, egy nagyon szép Rock Creek Parknak nevezett parkos résszel szemben. Na de, azon a földterületen lakott egy amerikai néni is, mindig büszkén fel, magasra húzta az amerikai zászlót, mert hát ugye hidegháború volt, és mi a keleti blokk voltunk, és ő nagyon-nagyon haragudott a magyarokra, hogy pont egy kommunista, szocialista ország mellett kell laknia, és akkor állítólag is azt most tudtam meg ezen az úton, mert ugye hosszú szövevényes kalandos módon aztán én most visszakerültem egy Mikulás parti keretén belül a követségre, ahol annak idején laktunk, ez is egy óriási hatalmas élmény volt, hogy ugye gyerekkor után így felnőttként ott lenni a meghívott vendégek között, és nem a gyerekek között, és akkor ott mesélték, hogy annak idején ez a hölgy panaszt is tett, ami meg is jelent a Washington Postban egy cikk, hogy a magyar nagykövetségen ugatnak a kutyák, és hogy ez mennyire zavarja az amerikai lakosságot, meg ezt a nénit, és aztán hát sajnos elég szomorú végük lett ezeknek a kutyáknak, mert ugye jött a rendszerváltás 1989-ben, és hát ugye nem csak az egész gárdát cserélték le, hanem a koncepció, a filozófia is megváltozott, és hát ugye hát mit keresnek kutyák a követségen, hát ez nagyon illetlenség, hogy a vendégeket megugatják, és akkor sajnos hát az volt, hogy volt egy gyönyörű szép nagy fehér kutya, egy erejetejében lévő aktív, ilyen német juhászszerű fehér kutya, meg egy fekete kis puli egyébként, akinek vágták a szüret, tehát nem volt ilyen, ilyen felmosó ronyszerű, de az igazi, de puli volt. És hát ők ugye, hát mindenki, akinek van kutyája, tudja, hogy a 2 kutya együtt nő fel, hát ők elválaszthatatlan. Nekem is otthon 2 kutyám van, majd biztos beszélek róluk is, de sajnos... Hát, ebben a műsorban a második része. A második része, igen. Majd otthonról, Zoom-on. Persze, fölvesszük majd, majd lehagyjuk. Igen, mondjuk beszélni azt tudok, de szóval a lényeg az, hogy elválasztották a 2 kutyát, mert kitaláltak, hogy az egyiket odaajándékozzák valakinek, gondolom a puli lehetett, mert hogy ő az értékes, mint magyar breed, tehát ilyen fajta, és akkor hát a másik meg ugye szomorúságában utána szökött, azt elütötte egy autó. Én ezt
később hallottam, sajnos. Ez egy szomorú, szomorú dolog, de próbálok nem is erre gondolni. Most én itt ezen az úton megsirattam őket még egyszer, mert nyilván nagyon sokat gondoltam rájuk, de nagyon szép évek voltak ezek az életemből tényleg. Nagyon. Ott a nagy kertben játszottunk gyerekek, mert ugye 3-4 család az bent lakott a követségen, és nagyon szerencsések voltunk, hogy mindenhol volt gyerek. Uh-huh. Úgyhogy mi állandóan transformezeztünk, G.I. Joe-ztunk, kutyáztunk kint, meg tényleg volt egy kis dombocska, és ott lehetett szánkózni. Zseniális. Szóval nagyon szerettem, és jó volt. Gyorsan ugorjunk egyet, hogy a 4 évnek vége van, és visszakerülsz Magyarországra. Igen. Hát az is érdekes volt. Hány éves voltál? 11. 11, pont jött a felső tagozat, 5. osztály. Ez egyébként sok szempontból szerencsésen alakult megint csak. Nagyon sok minden szerencsésen alakult az életem, hogy belegondolok, mert ugye pont akkor ez egy új kezdet, a felső, ugye a történelmet is előről veszik sok mindent, és azért angolból, magyarba, meg eleve hazaköltözés, ez egy nagyon jó volt, hogy így előről, mert most sem tudtam, hogy görög meg milyen mitológia, hogy eszik-e vagy isszák. Hát itt ugye ilyet nem tanítottak, főleg ilyen szinten, és így fogtam a fejemet, hogy most mi van, akkor ugye a számítás. A zsírkrétát kértél barna színű? Nem, hát lett itt is legjobb barátnőm, a gyorsan a Nóri. Vagy mit szólt, gyorsan. Mit szóltak hozzá? Hiszen gondolom, egyfajta stílusú ruhában hazamentél. Igen, ezt jól érzed. Egyfajta táskád volt, a cipődet se otthonról rendelték a Centrum Áruházból, hanem ugye itt kint Amerikában. És akkor gondolom azért látták a különbséget. Igen. És még a mi időnkben még volt köpeny például. Jaj, a köpeny. Hányszor lázadtam a köpeny ellen? Pont Amerika miatt. Úristen, hát én azt nem voltam hajlandó felvenni. Mondom, ez milyen dolog már. És nem is azért, mert hogy én dicsekedni akartam volna bármi ruhámmal, és csak egyszerűen én azt éreztem, hogy nem akarok. Ez a forma. Igen, engem ne szorítsanak keretek közé. Ugyanaz, amiért én örültem, hogy végül is, hogy szétszették ugye a kezemet az asztalon, és akkor én lázadtam, és emlékszem, hogy az osztályfőnököm, amúgy jó tanuló voltam, ez volt az egyetlen a köpeny. És akkor odajött, egyszer leült mellém, és azt mondta, hogy Kati, én tudom, hogy Amerikába jöttetek haza. Én is, ha tehetném, szeretném kivinni a lányaimat. Én ezt így elmondta nekem, én sem akarok itt lenni, de ez kötelesség. És hogyha ezt így folytatod, akkor iskola igazgató intől lesz. És akkor az a még a cuki a történetben, hogy amikor ugye 2 év múlva tényleg jött a rendszerváltás, és eltörölték a köpenyviselést, akkor én belül úgy éreztem, hogy igen, én kezdtem a forradalmat, tudod, ez olyan, mint a kisegér, meg az elefánt, hogy de jó nagy hangot csinálunk, tudod. Uh-huh. És igazából hát persze, hogy nem miattam, de én úgy éltem meg, hogy igen. Azt meséld már azt a pillanatot, hogy akkor valaki várt otthon Magyarországon barátnő, vagy barát, vagy bárki. Úgy nem, a családtagok vártak. Családtagok. A testvérem apukámnak volt egy, most már így kell mondom sajnos, hogy volt, mert 2 éve elhunyt egy egészségügyi problémában, de egy féltestvérem, aki bátyám volt, apukám első házasságából, ő várt, az akkori felesége, párja, a nagymamák, a nagybácsik, tehát nagyon-nagyon jó volt egyébként így családi körre visszajönni. Lett új legjobb barátnőm is, aki pont a házban lakott, és pont egy osztályban jártunk, úgyhogy mindig együtt mentünk iskolába, együtt jöttünk, és így gyorsan kialakult a barátság. És egyébként a ruhákról csak annyit, meg ez az egész, hogy fogadtak engem, hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsés voltam az emberekkel, mert ide kifelé én fel sem fogtam akkor, hogy ez lehetne máshogy is, de szerencsére egyáltalán nem csúfoltak. Egyet annyira tiszteletbe tartottak valahogy, és most hallottam, hogy volt olyan magyar-amerikai, akik bizony csúfoltak, hogy ő még kiskorában nem tudott angolul, mert ugye otthon magyarul beszéltek nekem, szerencsére nem volt ilyen élményem, és hazafelé meg tényleg az volt, hogy az utolsó nyáron még apu itt mondta, hogy na jó, akkor menjünk el még egyszer vásárolni, sose voltunk ilyen nagy márkaimádók, serongyrázók, de hogy na jó, megyünk haza Magyarország, akkor mit szeretnétek? És akkor mondtuk, hogy hát egy ilyen csak Converse asztal cipőt nagyon szeretnék, uh-huh. És akkor azt megvette nekem, mert ugye nővérem, azt nem is mondtam, hogy nővéremmel voltam kint 2,5 évvel idősebb, a Gabriella, a nővérem, és akkor hát menjünk el vásárolni, akkor lett ilyen ribokkos felső, a Converse, és akkor én így meg ugye fehér mini, farmer miniszoknya, hazajön Amerikából a lány, ezt most mesélte el nekem, kézzed, de idén találkoztam a 30 év után egy akkori fiú iskolás társammal, és most vallott nekem kb. Is szerelme, tehát most már feleségem, egy gyerekem vannak, de azt mondta, hogy hát mi mind szerelmesek voltunk belé. Szóval a 2 lánya 10-ről az amerikás lányok, így mondták, tudod, hogy nekik ez szó, hogy ilyen nem, én nekem, bennem... Ne, igen, nekem szóval. Ez a csatolás azért fontos, hogy ezt elmond, mert a Made in Hungária című filmben, amikor Fenyő Mikiék hazaköltöztek, nekem imádom azt a filmet, bármikor meg tudom nézni. Aha. És úgy tényleg kíváncsi voltam, hogy milyen a belső érzés az, amikor megéled ezt, hogy hazajössz Amerikában, ami természetes,
és hazamész Magyarországra, főleg abban az időben, aha, és akkor nem volt mindenkinek konvesztikője, és nem volt farmerői szoknyája. Igen, hát az az érdekes, hogy egyébként én sose voltam ilyen típus, egyszerűen nem fakadt belőlem, hogy így nagyon így emiatt én bárkit is lenéztem volna, vagy szóval, hogy inkább egy ilyen öröm volt bennem, egy ilyen naív öröm, hogy hát szóval, hogy engem feltöltött Amerika, és én boldogan jöttem haza, és akkor annyi volt, hogy egy-két ilyen dologra emlékszem, megyek az utcán nővéremmel, és akkor pont rajtam volt az a póló, meg az a cipő, és akkor így, nézd már, a csaj a ribok van, vagy valamit mond, és akkor így néztem a cipőm, azt hittem, mondom, ez nem is ribok, de tényleg az a póló, olyan póló volt. Szóval, hogy észrevették, meg tényleg népszerűek voltunk a suliban, de ez csak egy ilyen, hát egy természetes felejárója volt. De én ezt azért tudom én is, mert mondtam, hogy minden nyáron jártunk ki, és itt szerintem nem azért vettette, mert Reebok, meg Converse, mondjuk lehet, hogy azért, mert te azért szereted, de nem azért, hogy ez divatos, de Magyarországon sokkal jobban oda néz, hú, mi van rajta. Igen, itt mindenki leszarja, hogy mi van rajtad, igen. Nem? Igen, ott pont az elérhetetlensége miatt nézik ezt jobban szerintem. De mai napig is, nem? Igen, kicsit igen, rongyrázóbbak talán az emberek. Ja, itt szerintem, érted, itt látod az emberek, kimennek tudod, papucsba, meg mind. Pizsamába vásárolni. Ja. Mondjuk az a vicces, hogy a mostani tínédzserek, a fiatalok úgy mennek, hogy nyáron mennek, tudod, az ax nagy szőrös cipőben. Igen, télen meg a sorba. Meg és a télen papucsba. Pedig meg a crocsba. Kicsit máshogy működnek. Igen, a hőháztartásuk valahogy más. És akkor hazakerültek, és belecsöppentek a nagy magyar valóságba. Ja, ja. Akkor felsőbb osztályba jársz, jön az első szerelem. Nem? Jaj, hát volt erre is, de hát erre ez most ne térjünk ki. Hát nem, hát mesélhetnék. És itt volt-e? Itt olyan volt, aki, volt egy fiú elsőben, arra emlékszem, a Joshua, akivel egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon aranyos, ártatlan ilyen plátói szerelmünk volt. De tényleg még ilyen gyerekcsók se csattant el, meg semmi, mert egyébként óvodában én tanítottam csokolozni a fiúkat, ha volt egy szerelme, de az még itthon volt. Mondtam, hogy ezt így láttam a filmekben, így kell, és akkor megmutattam neki. De itt csak egy... Várj. Igen. Az mit jelent, hogy itthon volt, mert most Amerikában de igen, volt. Óvodában volt ilyen szerelmem. Jó, de az, igen, ugye 6,5 évesen jöttem, tehát a magyar óvoda az sajnos meg volt, mert nem volt valami túl sok jó mi emlékem. Mi volt a jeled az óvodában? Azt hiszem Kifli, de nem Kifli. Emlékszem pontosan. Akkor azért emlegeted állandóan a kaját, igen? Lehet, igen. Jó, igen. Menjünk. És na akkor... mindegy, és akkor itt volt, és én csak arra emlékszem, hogy úgy szemeztünk a Joshua-val, mint hogyha így szerelmesek lennénk egymásra. Aztán elment másik államba, másik iskolában, sose láttam. Úgyhogy ha a Joshua ezt valaha hallgatja. Oda a kamerába mutasd, légy szíves. Hi Josh, it's Cardi from first grade. Na, szóval, hogy hát otthon is, hát lett, volt ilyen kis gyerekszerelemnek induló valami, de aztán, hát nem tudom, elmondom, igazából volt egy srác. Ez a legjobb, mikor így eldönti az alany magát, hát akkor elmondom. Nem, hát ha már így belekérdeztél, de ezt kivághatod majd. Volt egy srác, amúgy Krisztiánnak hívták, és ez nagyon érdekes volt, mert épp ahogy hazajöttünk Amerikából, ugye lett legjobb barátnő meg minden. Ja, várjál, igen. Kata, várjál, bocs. Ezt tényleg kivágjuk. Igen. El ne árult, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, mert majd a műsor végén, jó? Jó. Kérdés, hogy kitalálják, vagy nem találják. Folytasd. Ja, jó. Tehát mert... én nem folytasd. Jó. Igen? Na, Krisztián? Igen, de ezt a részt is kivághatjuk, hogyha... Nem, az a lényeg, hogy igen, kérdezted, hogy volt-e itt valami első szerelem. Igazából aztán nekem sok ilyen kis udvarlóm, meg ilyen... Én mindig nagyon szerelmes típus voltam, mindig. De volt egy nagyon édes történet, hogy egy iskolába jártunk egy sráccal, amikor elmentünk egy ilyen vándortáborba. És ez nekem annyira új élmény volt, mert mindenki azt hiszi, hogy Amerikában csak ott lehetnek ilyen nagy élményeid. Nekem meg az volt más, Peti, ez szétmegy a dobhártyám. Az én fülhallgatómat tekergeted. Ilyen bosszút álltam rajtad. Igen. Szóval, hogy nekem meg itt nem volt olyan élményben részem, hogy például elmenni vándortáborba. És akkor megtanulni ezeket a dalokat közben, hogy ugye ez a sárgán virágzik a tök, jaj, meg a börtön ablakában, meg nekem, tehát amiben nem gondol bele az ember, hogy ezek az ilyen örökzöld, klasszikus ilyen tábordalok, én azokat akkor tanultam meg 11 évesen, meg az ilyen Petőfi, szabadságharcos, esikeső karikár, ezeket is inkább itthon, és én nagyon, én képzelben én ugyanúgy vetem
beletettem bele magamat az itteni dolgokba, mint ott, szóval, hogy mindenben megtaláltam valahogy ezt a jó... De furcsán beszélsz, hogy, mert az előbb is arra akartam utalni, hogy azt mondod, hogy itt, tehát, hogy most azt hiszed, Magyarországon van? Várj, azt mondtam, hogy itt, jaj, ez már ilyen... és össze vagyok keverve. Csak viccelek, igen. Tényleg már hogy hol vagyok néha. Igen. Itt is itt van Budapest, meg New York. Szóval ez az egész életemet egyébként ez így teljesen szimbolizálja ez a stúdió, ahol most vagyunk, mert így mind a kettő ott van bennem, és nagyon sok ilyen belső önvizsgálatot tartottam itt most az elmúlt 3 hónapban, és hogy ki vagyok, mi vagyok, magyar-amerikai, hova tartozom, és be is léptem a magyar-amerikai koalícióba, úgyhogy valószínűleg mind a kettő egy kicsit. Wow. Igen, ezen az úton, úgyhogy, de tényleg annyit tudnánk beszélni, hogy már, igen, de... Nem vagy te az a típus egyébként, tehát ha a csöndbe itt ülsz, ilyen nagy nehezen kinyögött, hogy igen, nem, ez elég ciki az ilyen vendég nálunk. Ez elég nehéz, ugye? Igen. Nehéz, igen. Na, folytasd, igen, Krisztián. De amúgy esünk túl rajta, szerintem, esünk túl rajta, Krisztián. Na, annyi történt, hogy bizonyos vándortábor, és én valahogy eddig észre se vettem, én el voltam a barátnőimmel foglalva, énekelgettünk, mentünk az országúton, ugye akkor még semmilyen nem volt a gyerekvédelmi törvény, hogy nem mehetünk az a... Mentünk, tudod, autóval szembe, ott biztonságos, mert látnak. És akkor megyünk az erdőbe, Várgesztesre igyekeztünk, a várgesztesi várban. Az volt a célpont, ott vártak volna vacsorával, szállással. Azért mondom, hogy volna, mert hogy eltévedt az egész csapat. És hát ugye a tanárok pánikolnak, a vaddisznok ott csörtetnek mellettünk a bokorba, éjszaka van, gyerekek meg így, hát ez nagyon jó, ez micsoda kaland. És akkor ennek a kellős közepén egyszer csak így ránézek egy fiúra, ő rám, szia, és így. És onnantól, mintha ki már évszázadok, ezredek óta ismeri egymást. Ne oda néz, ide a kamerába. Igen. Szia, és mondja. Szia. És így egymást néztünk, és amikor, mint hogyha a lelked így felismerne valakit, vagy nem akarom túldimenzióan, mert akkor ugye nem tudtam ezt ilyen szavakkal megfogalmazni, csak egy ilyen egyértelmű egymásra találás, vagy valami ilyesmi volt, és akkor elkezdtünk egymás mellett menni az erdőbe, és onnantól egyértelmű. Jöhet vaddisznó, pár duc oroszlán. És akkor ugyanolyan voltam, mint most, hogy meséltem az amerikai élményeimről. Igen, kicsit elhuntattam szegény, már lefekült volna aludni egy bokorba, de nem, egyébként ilyen nagy mosolygós szemek hallgatta, érdeklődött, látszólag tetszett neki, és akkor nagyon sokat beszélgettünk, és én annyit éreztem akkoriban, és ezt mindig el szoktam mondani azoknak, akik most is ismerik, na mindegy, mert azóta egy ilyen nagy spirituális tanító lett, meg ilyesmi. Miattad én inkább? Hogy ezt az élményt valahogy feldolgozom. Átkerült egy másik szintre, hogy ezt az egészet összerakja. Egy éjszaka nem is volt, igen. Azt hiszem, na, mert hogy tényleg én annyit tudtam akkor érezni, hogy ő valahogy más volt, mint a többi gyerek. De ezt tényleg éreztem olyan, tényleg csendes volt, hát ugye kellett is, mert én mindig beszéltem. Hát ugye más típus nem is lehetett, de mosolygós, olyan belső békével rendelkezett, érette. Az első igazi érzésem az volt, hogy érettebb, mint a többi fiú. És jaj, de jó, végre, akivel lehet beszélgetni. Mert azért volt beszélgetés is benne, nem csak... Ugye, Krisztián? Igen. Igen. Hogy nem. Szóval tényleg olyan... Esküszöm, azt éreztem, és tényleg ezt tényleg őszintén úgy mondom, egy percig, pillanatig soha nem volt bennem lenézés, vagy azzal kapcsolatban, hogy én ott éltem 4 évet, csak egyszerűen azért mégis egy más életélmény. Tehát azért az, hogy megtanulsz egy másik nyelvet, más kultúrában mozogsz, utazol, világot látsz, azért egy kicsit talán én is érettebb lányként, emberként jöttem haza egy 11 évesen, és ezért éreztem azt, hogy az, igazából úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hát olyan, mintha egy felnőttel beszélgetnék, de olyan, így csak így tudtam magamnak megfogalmazni. Tehát olyan, mintha na végre megtaláltam a meccsemet, vagy nem tudom, és akkor olyan nyugodt volt, olyan érett, beszélgettünk, és akkor hát az egy-kétszer így, tényleg úgy kijött, hogy azért ő kicsit olyan más szerzett, mint a többiek, de mert megtaláltuk végre ezt a várgesztesi várat. És hát évfél lett, mire odaértünk. És akkor szólalt meg először szegényként. Kb. Egyébként tényleg ez az első szó és mondat, amire emlékszem, tehát addig szóval se jutott. Csak várta a pillanatot, hogy mikor veszel levegőt. Én azt a pillanatot várom, hogy mikor iszol, vagy bor, vagy egy kicsi vizet. És akkor majd lefogok én csendesedni, csak először ezek mit ki kell zúdulnia. Na és akkor annyit csinált, hogy ja igen, ott álltunk, hogy fogunk most bejutni. Ugye már zárva volt minden, egy csapat éhes,
fázis. De hány ember volt? Hát jó sok. Hát 3 tanár legalább, és 50-30 gyerek. Ez egy több osztályból összeszedett csapat volt. Tehát nem egy osztály kirándulás, hanem iskolai vándortábor. Igen. Tehát ez felelősség is, de hát mi akkor ebben nem gondoltuk. Nekünk ez egy tök nagy kaland volt. Nekünk gyerekeknek, hát a tanárok az úristen. Mit élhettek át. És akkor nem emlékszem pontosan, hogy volt, mert ugye akkor még nem volt mobiltelefon korszak, ez konkrétan 87-ben volt, de valahogy becsöngettek, aztán biztos ott volt valami csöng, amit nyomtak, valahogy kijött aztán ez a gondnok kastélyházigazda, hogy Várgesztesivel. Szólt, hogy zárva vagyunk. Igen, bocs, menjenek vissza Budapest a következő vonattal. Ja, és akkor az volt, hogy jött le, volt egy ilyen oldal lépcső egy felső emeletről, ugye így a várfalán valahogy volt egy lépcső, és akkor jött le ugye a mi ez a flashlight zseblámpával, ebben az igazi régi, ilyen klasszikus, ez a csíkos fürdőköpenyben. Krisztián odahajol hozzám, így a sötétbe, és annyit mond, hogy 100 évvel ezelőtt is ugyanígy jött ki a várura, csak akkor gyertya volt nála, és hálósipkában járt, tudom. És így, ahogy mondta, így annyira megélett és elevenedett előttem ez a jelenet, hogy így igazából én akkor éreztem... Akkor lehet, hogy ti társak voltatok az előző életedekben, valami nem? Lehetett. Valami. Vagy te voltál a gondnok, és a Krisztián... Főztem ott neki a kaját, vagy nem tudom, meg csak emettem el. Yeah. Valami és lehet. Akkor is, így van apukám. Ahogy mondott, yeah. Tudod, mindig rám hagytam annyit. És annyit csinál csak a férjet, hogy és még valami? Ja, hát még ezt nem is meséltem. Igen. Lehet, igen. De szóval, hogy mondja nyugodtan. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy amikor Krisztián azt mondta, hogy úgy jött le, mint 100 évvel ezelőtt, és akkor azt mondta, hogy about your evening, my name is Count Dracula. Ilyen horrorfilm, nekem is az eszembe, hogy érdekes, nekem nem volt benne ilyen félelmetes. Nem. Kicsit nevetséges volt. Eleve a Krisztián tényleg mindig egy ilyen békét árasztott magából, meg mindenkinek jó kedve volt. Mondom, hogy végig énekeltük az utat, börtönablakából, meg minden, de akár lehetett látod, volna ilyen is. A vaddisznók is menekültek. Igen. Jó, itt a kata. Isten, ez a múltkor beszéltek. Na azért nem csak én beszéltem, az összes barátnőm is ilyen volt. Na igen, lejött a jöjjön a gondok. Szóval ehhez ismernetek kéne, hogy ugye most ő így milyen, meg mivel foglalkozik, rengetegen fordulnak hozzá életvezetési kérdésekkel, tanácsokkal. Szoktam mondani, hogy ő így éli a végtelent, ugye ezek a multiverzumok, én is itt atomokról beszéltem, tehát ugye picit ő máshogy látja így a világot, és ő sose tanulta ezt, tehát neki ez valahonnan így jött, uh-huh. és én mondom, én már 12-3 évesen is éreztem, nem ő volt 12-11, hogy ő valahogy más, de olyan jó értelemben, de nem tudtam megfogalmazni, csak az, hogy érettebb, békésebb, nyugodtabb, és akkor tényleg ő egy ilyen tanító lett, meg író, tehát könyveket is ír ilyen témában, és hát így ennyi, hogy így indult az a következő találkozás. Következő volt, hogy jön ki Amerikába, szólj neki, és meghívjuk vendégnek. Jó. Könyvet mindenféleképpen hozzon neki. Dedikálva. Mert ráadásul ő úgy szokott dedikálni, nem csak aláírja, hanem neked, és tehát mindenkinek személyre szóló üzenetet. Hogyha következőben jössz, akkor nem vagyunk itthon. Igen? Igen. Ja, csak ő jöjjön, és nem. Ő egyébként hallgatásban nagyon jó, egy csendet is éli, úgyhogy jobb lesz ilyen szempontból. Szerinted érdemes megkérdezni a vezeték nevét, hogy megkeresem? Hát, hogy megkeresem. Vagy érdemes? El tudom mondani, és nem titok, mert fenn van a neten. Hát ő annak idején Hrubos Krisztián volt, és így is ismertük, de az írói elneve az A.J. Krisztián. A.J. A.J. És Christian, mint angolosan. Uh-huh. Mert hát eddig még nem jelent meg nagyon munkája angolul, ki tudja majd a jövő, majd ti rábeszélitek, hogy... Lehet, hogy pont most ezzel elindul, kileg szépen, hát és a igen. Kassza siker elkerülhetetlen. Ennyi. A 27%-a milyen? Igen. És téged bízunk meg sajtófőrönnek. Rendben, mert te még az amcsikat is kibeszélek. Ennyi. Na menjünk. Jó, már túl ezen a 11 igen. éves korodon, mert mikor érünk még a 75-höz? Éjfélre, tudod, oda is éjfélkor ért. 70, milyen 75? Itt az önéletrajziskolán van a Krisztiánnak. Na, igen, és akkor bejutok a várva, minden tökéletes, és utána... Hát utána igazából... Ne a várat meséld el részletesen, hanem hogy utána következő években... Milyen volt az élet? Vagy így közöttünk? Nem, hát utána annyi várjál. Azt is elmesél. Az is egy sztori. Itt ez vágó. Egy kortból, egy vágópont kortból. De addig Attila, te mondjál valamit. Igen, te is mondjál valamit. Nem lehet megszólalni, mert tiszta Krisztián leszek. Én is lassan könyveket írok te mellette. Te is mindjárt megvilágosodsz, és csak hallgatásba burkolozol. Nekem nem kell, én már megvilágosodtam. Igen?
Na, erről majd biztos beszélgettetek. Ami olyan érdekes, most, hogy nézlek, még akár ilyen kicsit hasonló a fizivizsgátok, és már biztos, hogy jóban lennétek, meg így tudnátok miről beszélgetni. Ja, úgyhogy majd tényleg majd átadom neki, ha úgy alakul. Hát egyébként a mi történetünkkel csak annyi, hogy a gyerekszerelem az eléggé hambában volt aztán, mert hát egy év az úgy eltelt, hogy igazából nem volt semmi ilyen harag vagy elvállás, nem is emlékszem, hogy ment tovább az életünk. Tehát én játszottam a barátnőimmel, ő meg el volt a barátaival, meg mit tudom én. Szóval elment így egy év, semmi, csak így nem voltunk úgy kapcsolatban, és akkor következő nyáron viszont volt egy balatoni tábor, ugye rendes nyári tábor, ahogy az szokott lenni, és akkor ott volt még egy történet, és amúgy abból is olyan érdekes volt, hogy na azért úgy valahogy úgy más, mint a többi, mert ott egy kicsit ilyen újra ismerkedésünk volt, ugye egy év után, hogy annyi volt a történet, hogy Katika mit csinál, ugye akkor még húzóbőröndök, kerekes bőröndök nem voltak, én úgy emlékszem, apukámtól elkértem egy hatalmas váltáskát. Azt, ahogy rendje is mondja szerint kell, meg is tömtem ruhákkal, az egész szekrényem benne volt, hát ugye lány vagyok, akkor sem tudtam, mit fogok majd fel, hát lesz előre tudni, hogy jövőben mit akarok majd felvenni. Nagyon nehéz volt a táska, megállt a vonat, és mondom, hát jó, hát a táborig elcipelem. Erre megszólalt a tanárnő, hogy hát nagyon sokat kell még gyalogolni a táborig, készüljetek fel. És akkor már lenn voltunk így vissza a társadalom, és egyszer csak így, így magamban a gondolat a fejemben megszólalt, hogy fogom én ezt elcipelni a táborig, hát ez nagyon nehéz. Krisztián két másik ember mellett ment előttem és beszélgetett, így hátralendült, mai napig is van egy ilyen hátralendülése, meghallotta a fejemből, és olyan érdekes, hogy akkor is az olyan természetesnek tűnt nekem. Elvette tőled. És azt mondta, hogy szia, vihetem a táskádat? Igen, de aranyos volt, igen, igen. De igazából ezt csak gondoltam. Tehát, hogy szóval valami már akkor gondolom, is... Gondolom, már félültem Krisztián, és gondoltam, mi a francot rakott a Kata a táskába, hát, igen. És te körülbelül gyakorlatilag egyharmadát használtad annak a ruhán mennyiségnek. Ez biztos, hogy így volt. Ez... Teljesen fölöslegesen vitted, de hát én ők ilyenek lettek. Ilyenek, ez. Ilyenek, ez mindig így szokott lenni, igen. Emlékeim nincsenek, hogy mit vettem fel, de biztos, hogy csak a felén. És utána, miután lezajlott a középiskola. Akkor ja, utána mi igen, az, hogy, na, a középiskola után... Milyen terveid voltak, hogy hogy építed föl magad? Mi hát, a cél? Bocsánat, annyit éreztem mindig, hogy hiába nagyon-nagyon, tehát elkezdtem falni a magyar irodalmat, Petőfi összes majdnem kiolvastam. Nagyon örülök annak, hogy otthon jártam iskolába, mert így megkaptam a magyar kultúra legjobbát is, és ugye az angol meg már megvolt. De mindig ott volt bennem valahogy ez a vágy, hogy én visszakerüljek Amerikába. És semmi olyan nem volt bennem, ugye, amit most gondolnak az emberek, hogy hát igen, mert ott vannak a lehetőségek, meg a tuti, meg a pénz, hanem egyszerűen ez egy ilyen nagyon erős belső, szinte hazavágyódás, vagy visszavágyódás volt. És akkor ettől a hangtól vezéreltetve én otthon az ELTE-n az amerikanisztika szakra jelentkeztem, és meg is végig is csináltam, és akkor ott meg azt élveztem, hogy a magyar jó pár év után most végre megint angolul tanulhatok, de már magasabb szinten, nyilván nagyon sokat képeztem magam azóta, tehát édesapám is erre mindig nagyon figyelt, hogy beiratott minket végig mindenféle angol tanfolyamokra, TOEFL tanfolyamra is, ugye az már az egyetemi felkészüléshez segített, állandóan bújtam a Merriam-Webster szótára, tehát azért, ha belegondoltok, akkor egy 11 éves gyerek szókincsével jöttem hozzá, akármennyire folyékonyan beszéltem. És azt fel kellett addig építeni, hogy engem egy egyetemre felvegyenek. CNN-t kezdtem nézni, irodalmat olvasni. Nagyon, nagyon ügyes vagy. És a nővéred is hasonló karriert? Igen, igen, ő angol szakot végzett, én amerikanisztikát, ő angolt, és én meg még megcsináltam mellé a tanári kiegészítést is, ő pedig a kulturális antropológiát. A kérdés az az, hogy hallottam, hogy amikor beszélünk, tudod, én hunglison beszélünk, viszont neked nagyon jó amerikai kiejtésed van. Magyarországon volt olyan, hogy az angol kiejtésűek téged kiviccelnek, hogy például te máshogy mondott, amikor azt mondja, hogy tomato instead of tomato, vagy például a Magyarországon a legnagyobb YouTube, amikor az YouTube. Azt én is szeretem, a YouTube. Kicsit ez ilyen brit, de még talán annál is, talán kicsit még ráaffektálnak, nem tudom. Hát, úgy nagyon nem cikiztek, vagy vicceltek, de például olyan emlékem van, hogy amikor elmentem például angolból középfokozni a Rigó utcára, ugye az anno ominózus Rigó utcára, és akkor 14 éves voltam, mert az volt a legalsó korhatár, amikor lehetett, mint ahogy lehetett, én mentem. Ugye igazából abból építkezve csak, amit itt akkor tudtam, illetve hát ami még ugye érdekes volt, hogy folyékony angollal én elkezdtem lapozni és tanulmányozni az English Grammar in Use-t, mert nem tudtam a nyelvtant, nem tudtam a present perfect-et, ugye azt tök máshogy használják, hogy nem azt mondják, hogy itt, hogy Amerikában.
van, hogy I've broken my arm, hanem hogy I broke my arm, vagy I dropped the glass, not I've broken the glass. Tehát, hogy volt, amit meg kellett tanulnom a nyelvtanba is, és akkor így tudatosan készültem, és akkor a szóbelin volt egy ilyen édes, érdekes eset, hogy így, nem tudom, valamit, nem emlékeztem, hogy kell ezt mondani, egy hordozható. Pedig tudtam, de nem emlékeztem, hogy ilyen hordozható magnóról kellett valamit mesélnem. És akkor így, you know, the kind that you can take around, így mondtam. És ott ugye brit angolt beszélő, éltes uh-huh. angol tanárnak, és akkor így mondták, hogy portable. És mondtam, oh, portable, of course. És akkor mondta, portable. És akkor ők meg láttam, hogy így bazsajognak, szóval nem lehetett uh-huh. nagyon mosolyogni, de ott azért ők is elmosolyogták, hogy azért nem úgy mondtam, hogy portable. Itt, uh-huh. Vagy itt pedig itt az amerikai, Amerikában élő magyarok, portable. Portable. A kedvencem az a vegetable, meg a comfortable. Uh-huh. Igen. Én angolt is tanítottam otthon uh-huh. évekig, tehát ugye hál' Istennek, hogy megcsináltam azt a B-szakot, mert ezt sokszor ebből éltem, és ezt, amíg én megpróbáltam minden egyes tanítványomból ezt kinevelni. Mondtam, hogy a vegetable az három szótag. Vegetable. Tehát semmi table, meg asztal nincs benne, meg szó, na, nem egy. Nem, két héttel ezelőtt volt egy lány a Barbie, aki takarít, és most lényegtelen. A kérdés az, hogy Magyarországon volt egy influencer, a Csengéről hallottál? Ja, influencer, azt hiszem, influenza. Igen, mindegy. Ő Amerikában él, de magyar, tehát ide-oda jár, és ő mondta, az a shaken cappuccino espresso, de normálisan angolul mondta, és teljesen kiröhögték, oké, hogy miért röhögték ki, de teljesen kiröhögték, hogy miért beszél is, utána csináltak ilyen meméket, ja. meg videókat, hogy akkor itt vagy. A Csengéből? Igen, és azt mondtak, hogy itt van a videó, itt van a vecsési tomato, vagy nem, vecsési paradicsom, nem azt mondja, vecsési paradicsom, mert hogyha megnézed a magyar, én uh-huh. direkt nézem a magyar YouTube-okat, meg a magyar ilyen adásokat, és úgy beszélnek angolul, hogy kihullik a hajam. Yeah. Tudod, de hogy nem mindegy. Igen. Azért hullott ki. Azért sok hangot. Na hallottam. Igen, és akkor megcsináltad a... Megcsináltam az amerikaiaknak, néztik át, még kimondani se tudom, de hát utána megint csak azt kell, hogy mondjam, nagyon nagy szerencsém volt, mert láttam a falon az egyetemen, már ötödik évben, tehát ugye elvileg az lett volna az utolsó éve, már csak a tanári képzésből maradt ilyen pedagógia gyakorlat, meg ilyesmi. Tehát igazából én már elvégeztem, és így akkor láttam, kifüggesztették, hogy you can win a one-year scholarship to an American college, ugye ösztöndi. És így, hú, de hát én már biztos nem mehetek, hát hatod évbe, hogy? És majdnem nem jelentkeztem, és még az volt a szerencsém, hogy bementem a tanáriba, a tanszékvezetőhöz. Nem az, tudom, az lett volna szép, hogyha a folyosón Krisztiánnal találkozol. De ő már akkor ott nem volt, az, igen? Ő már nem volt a képben. De lényeg az, hogy igen, nem tudom, neveket mondjak, hát végülis hálás vagyok neki, tehát akkor Bolobás Anikő volt ugye a tanszékvezető, és akkor így elmondtam neki, hogy hát én ezt így láttam, de nem tudom, hogy jelentkeztetek. Ó, mindenképp ad be, azonnal gyorsan ad be. És akkor így hál' Istennek, így csíptem el egy Kellner ösztöndíjat, ami egy tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon szép gazdag. Ez mennyi idő volt? Ez egy év, egy teljes tanév egy amerikai főiskolán, itt Upstate New Yorkban. Nagyon szép környezetben, a Hudson folyó partján, és tényleg, tehát az már egy ilyen jutalomév volt, mert meg se szabták, hogy mit vegyek fel. Én dokumentarista filmkészítéstől kezdve politológián át, irodalmi dolgokon keresztül mindent. Hát ugye maga az élmény volt az utazás, az, hogy gyakran behoztak minket a városba, ugye New York Citybe, akár színházi előadásra, vagy vacsorára. Nagyon-nagyon bőkezően bántak velünk, laptopot kaptunk, repülőjegyet, költőpénzt, tehát többen csodálatos voltatok? Család. Hát úgy volt ez az egész felépítve, hogy nekem volt egy magyar tanulótársam, ösztöndíjas társam, az Éva, aki szintén kapott egy ilyen ösztöndíjat, és ketten voltunk így magyarok, ezzel az ösztöndíjjal az én egyetemen, hárman még a Connecticut Trinity Egyetemre mentek, tehát összesen öt embert küldtek ki abban az évben. Minden évben legalább ennyit, tehát egy ilyen 4-5-6 diákot így finanszíroztak, és amikor a Bardon voltam, akkor ugye nem csak ketten voltunk, hanem minket beolvasztattak egy ilyen úgynevezett PIE programbe, ami egy nagyon kis vicces név, vagy ugye a torta, PIE program, de ez a Program in International Education volt. És akkor ott meg nagyon sok ilyen nemzetközi, tehát benne voltam egy nemzetközi csapatban, és az fantasztikus volt. Tehát volt lengyel, észt, cseh,
mindenféle horvát, afrikai, mongol, tehát egy jó színes csapat voltunk, és tényleg nagyon jó volt. Mi meg, és akkor ugye egyre nagyobbak ugye a hagymának a héjai, mert aztán volt egy international group is, ami meg aztán tényleg minden a bangladesi, indiai, és akkor ugye mindig volt milyen buliba járni. Meg... Hagymának a héjai. Szóval, ezt még nem is hallottam. Ez még sose? Ez még sose. Nem, hát tudod, a Shrekben is ez van, hogy igen. Csak ott visszafelé mentek ott a... Leszették, és vettek a nem létező középpontja felé. Szóval nagyon jó volt, egy utalom, ami volt tényleg nagyon jó, és hát nem tudom, hogy elmondhatom-e vagy sem, de igazából szóval nagyon hálásak voltunk nyilván ezeknek az ösztöndíjat finanszírozó szponzorol embereknek. Az ő történetük is egy külön interjút amúgy megérne, mert ugye 48-49-ben jött át még akkor a Pali bácsi, a Kellner Pali bácsi, aki hát mostanában úgy szoktam mondani, hogy az ösztöndíjunk nagypapája volt, mert nekünk tényleg itt a nagy külhonban egy ilyen nagypapa figura volt, mert ugye akkor még azért az internet se olyan volt, és a jól esett, amikor kijött minket meglátogatni, és akkor kérdezte, hogy hogy vagyunk, ez az igazi régi, tudod, és akkor... Tényleg kíváncsi volt, és fogta a kezünket, és az, hogy magyarul beszélgettem a Hudson folyópartján. Az nekem akkor egy, a lelkemnek egy nagyon jó érzés volt, és ezt azóta megéltem például itt újból St. Louisban, amikor körülbelül egy-másfél hónappal az utazásom után egyszer csak belecsöppentem az ottani magyar templomba és a magyar közösségbe, és akkor még nagyon sok minden kavarogott bennem, ugye, hogy én most egyetlen hazamenjek-e, vagy nem, hogy nem követem el ugyanazt a hibát, amikor 2001-ben például nem maradtam, hogy lehet, hogy most maradni kéne. Nagyon nem tudtam még, hogy ez hogy van bennem, és ezért olyan távolinak is éreztem még Magyarországot meg a hazautat, és ugye fizikailag is ott voltam a Amerika közepén a Midwestbe, és egyszer csak ott van Rozika néni rám, mosolyog a Matyó Hímzi, és a blúzába a Klárika néni csinálja a gulyást, és isszuk a bikavért, és beszélgetünk, és pont egy 56-os ünnepség kellős közepébe csöppentem bele, és nagyon megható volt ez az érzés. Ezt a mai műsorunkat, aki látja, többek között a kisvörösnek az anyukája, azt fogja mondani, hogy Atikám, ki beszélte, ha lyukat beszélte, hasadon ez a lány, de nagyon jó az energiája, nagyon aranyos volt, biztos, ezt fogják mondani. És akkor te Magyarországon dolgoztál egyáltalán, vagy elkezdtél ott dolgozni? Ja, hát mert ugye aztán... Amikor visszakerültél. Persze. Akkor kezdtem el igazából az első hivatalos munkámat, az a British Council-nál volt. Ugye mindig azért ösztönösen tendeltem ilyen angolt használó, amihez kell egy jó angol, és akkor ott... Először csak ilyen médiakönyvtáros voltam, meg brit ösztöndiakról adtam felvilágosítást az embereknek, és akkor megkérdezték egyszer csak egy ilyen belső interjúmban. De már az interjún aztán megkérdezték, hogy később lenne kedved más részlegekre, és akkor azt mondtam, hogy igen, persze. És akkor így kerültem az akkori igazgató helyettes mellé ilyen program events szervezőnek, tehát ilyen. Nagyon jó volt, konferenciákat szerveztünk meg, jó volt, tényleg. És miért hagytad abba? Ja, hát ott akkor letelt már annak a... Ott is voltak ilyen tenure-ok, és akkor ott letelt, és aztán én mentem tovább az Oktatási Minisztérium háttérintézményébe. Igazából én mindig valahogy kerestem az utamat, aztán rengeteg mindennel foglalkoztam. Voltam befektetési bankban is, angoltanár is voltam, indiai pálmalevéltolmács is voltam, ugye innen az egész indi név, meg igazából az előbb született, és mondtam, hogy egyébként valami hatása lehetett annak a rezgésnek, mert arra 2 évre rá, hogy ez a név megszületett azon a tanfolyamon, én elkezdtem az Indiai Pálmalevél Szövetségnél dolgozni tolmácsként, Skype-on keresztül. 2 éven keresztül az indiaiakkal dolgoztam spirituális munkában, rengeteg életútról hallottam, rengeteg emberrel találkoztam, nagyon szerettem azt a munkát, és annak folyamányaként jutottam ki Indiába, életemben először Dél-Indiába, 2013-ba, majd 2016-ba vissza is tértem, és akkor szóval 13-as út az egy csoda volt, tehát az összes templomot végiglátogattuk, szent helyeket bevittek mindenféle tényleg imádságokra, és hát azok az ételek, a mosolyok. Nyilván van sok nehézség is Indiából, de mégis egy csodás más, út volt. Máshogy fogják fel az egészet. Hát ott is vannak problémák, de valahogy tudod, nekünk akkor oda menni, tehát hogy azok a színek, az illatok, az, hogy kézzel eszünk a banánlevélről, az, hogy több ezer éves kőtemplomokban mezit lábjárkálok, ugye le kellett venni a cipőt. Az egésznek volt egy olyan természetközeli, egy olyan olyan fantasztikus hatása, amit a mai napig még mindig meg is tartottál magadon. Igen, és szeretnék is még visszajutni, csak most már a középső meg északi részeket is meg szeretném nézni. Most hol tartunk egyébként az életedben? Tehát, hogy akkor visszakerülsz Magyarországra, és ott elkezdesz ismét dolgozni?
Mármint, hogy vissza, mármint az ösztöndi után? Hát India után például. Ja, az egy utazás volt. Ja, egy utazás. Szerintem ott is maradhattam volna hosszabb ideig. Mi van, Péter? Kifutottunk az időből? Igen, kifutottunk. Nem, az Indiról beszéltél, mint az Indiana Jones. Ja, igen. Uh-huh. És akkor várják, tényleg, ezt nézd, Attila. Ó. Oh. Uh-huh. Egy kicsit, nem? Nem? Egyébként egyszer nekem valaki azt mondta, hogy én erre a lányra hasonlítok. Mondjuk ezt 2008-ban mondták, vagy 2010-ben, akkor lehet, hogy még jobban hasonlítok. Én meg az öregre. De egyébként valaki azt mondta, hogy hallod, és pont úgy nézek, mint az Indiana Jones barátnőját, mondom, nem tudom. De tény, hogy ez a kaland szeretés, az utazási vágy. Ebben biztos hasonlítasz rá. Igen. Egyébként ezért is volt így néha nem jó az életemben, hogy már most ez úgy tűnik, hogy ez végig egy ilyen sikert, hogy néha viszont nem hallgattam ezekre a belső hangokra, hogy igenis menni, előre menni, beleugrani, néha bátran bevállalni, mert amellett, hogy ez ott van bennem, és ugye itt vannak a kőoroszlánok a Láncidon, az oroszlánt, azt mindig egy ilyen nagyon fontos szimbólumnak tartom, ugye, hogy ez a bátorság, ez az erő, és ott van bennem valahol, de ott egy másik énem is, aki úgy nem mer. Aki visszahúz. Aki, igen. És egyébként most, hogy így ebbe így belekérdeztél. Nem kérdeztem, te mondod. Vagy lehet, hogy magamban jönnek, igen. De ezt akartam kérdezni. Igen. Szóval, mert ugye nem világos az életút. Aha. És megmondom, hogy miért nem. Mert én azt érzem, hogy amikor én itt voltam ösztöndíjjal, és itt voltam New York City-be, és én visszateremtettem magam ugye felnőttként, mert gyerekként ugye hoztak, vittek. Az egy első lábmár. Befolyásod a történetet. Igen. És az nekem már egy olyan út volt, aminél nekem igenis kutya kötelességem lett volna érezni, hogy na hát én belül erre vágyok. Hát én amikor itt voltam, akkor én ilyen szemekkel néztem a városra, ittam be az egészet, és én akkoriban nagyon-nagyon benne voltam, nagyon-nagyon vonzottak a művészetek, a fotózás, a tánc. Most is bennem van, és szeretném is majd ezeket az énekre, és mindent szeretnék még művelni magasabb fokokon, de akkor még hát ugye 25 éves az ember előtt áll a világ. Ott egy mikrofon, kablás. Énekelj valamit. Mi a kedvenc dalod egyébként, ha már így éneklésről beszélünk? Ó, hát mostanában sokat ment a fejembe, most múlik pontosan például. Tessék. De. Megadom a hangot. Igen. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Hogy van tovább? Itt mindig leakadok. Da-ra-ra-ra-ra-ra. Ez tényleg szerelem. Na, ennek van története ennek is, hogy miért fontos. De hihetetlen, Csajsz, nincs. Neked figyelj, lehet, hogy stand-up-olni kellene Magyarországon. Mert, nem tudom. Mert ezt aki így eltolja, és én arra gondoltam, hogyha egyszer visszamegyek Magyarországra, akkor az lesz a műsorom címe, hogyha stand-up-olok, mert én is tudok beszélni, nem ennyit, mint te. Igen. Hogy Amerikában jöttem mesterségem címere. Ez egy jó műsor ötlet. De most gondolom, többen lenyúlják majd egészségükkel, kitalálok mást is, de hogy tudod miért? Mert az otthoni emberek, azoknak az embereknek, akinek jó a kisugárzása, mondjuk mint neked, tehát ilyen aranyos jó pofa, tök jó energiád van minden, hogy így elfogadják tőled, hogyha mesélsz dolgokról. Tehát nem azt meséled el, hogy nektek itt volt egy ilyen buildingetek, és a buildingből jött havonta 50 000 dollár, ne. Meg nagy autók van, hanem te ezeket az élményeket meséled. Nekem hogy ezek a, belülről. Hogy a, jönnek, igen, hogy ez a barna zsírkétát, amiben léci, tehát hogy látom rajta, hogy neked ez a fontos, nem a konvercipő, amit ugye konversznek mondanak otthon. Igazából ez pont azért volt akkora nagy dolog, hogy akkor megvettük, mert mi abszolút nem voltunk erre. Ja. Egyáltalán, tehát nem is voltak a 4 év alatt nagyon ilyen márkás cuccaim, biztos megvettük, mert csak akkor az apuban is volt egy ilyen, na jó, hazamegyünk, akkor valamit vigyünk már, ami olyan. Tehát, hogy tényleg nekünk ez ilyen nem jelentett. És te nem vagy az a típus, akkor ugye most eljutottunk életednek azon szakaszához, hogy Indiából is visszajössz, akkor van ez az, hogy Indiából is visszajöttem, Amerika, tehát New Yorkból az egy nagyon nagy hiba volt akkor, mert ott egyszerűen az volt, és ez többször is előjött már az életemben, hogy így egy picit inkább a félelmeimre, meg a túlzott racionalitásra, logikára hallgattam, és nem a szívemre. És úgy elugrottam előle. Ilyenkor, ha így spirituálisan nézik a dolgot, akkor nem is a szívedre kell, a lelkedre. Talán mert a lelked
A lelkem szólt, igen, hogy mozdulj, hogy itt jó lenne. És akkor van egy ilyen valami egónak nevezik, vagy baromságnak, nem tudom, és akkor azt mondja a lelkednek, hogy csöndbe. Így visszafogja, szinte akkor így befagyok. Nagyon sok ilyen pillanat volt az életemben. Azért, mert a realitás az, hogy dolgozni kell pénze, nem, ez hülyeség. Tehát, hogyha te lelked jönni, akkor látod, itt vagy. Tehát látod, hogy valahogy csak visszahozott az élet. 21 éven betelt, de... De akkor de is, igen, hát most a 21 év az ember életében sok, de egyébként a világ egyetem életében nulla. Azért tehát, vagy te egy kis Krisztián. Én szájki vagyok, akárhányszor elmentünk jósnőz itt Amerikába, és szájki. Szájkik. Ah, tehát igen, ezt érzem. Rám néznek, és mondják, csak hülye vagyok, tudod, mert tudat alatt működik minden így bennem, csak tanulni. De nagyon jól mondtam, mert tényleg ez a 21 év, és mi a végtelen? Hát semmi. Hát most egy indiai embernek azt mondod, hogy 21 év, hát kinevet. Tehát ott ül vagy egy joginak, egy buddhistának. Ja, igen. Nincs idő. Szóval, hogy így tényleg ilyen, mert azt érzem, hogy így rajta voltam egy úton, sőt az út elején, és itt így azt érzem, hogy ilyen nagy dolgok vártak rám, de tényleg így a lelkemben éreztem, és hogy olyan, minden olyan nagy volt, és olyan színes, és olyan forgatagos, és akkor így, hát, de nem lesz vízumom, hát akkor most hogy, és hiába még volt is a csoportban egy román lány, mert itt voltak ugye barátaim, és a csoportban volt egy csajszi, aki ugyanezt megcsinálta, hogy hát ő elmondta, hogy hát akkor nem tudom, elkezdett valamit dolgozni, aztán lesz student vízum, aztán egyszer csak már lesz zöld kártya. És még erre sem figyeltem, hogy még a példa is ott van előttem, hogy csak egy kicsit merni, csak egy kicsit szervezd. És akkor hogy hát végül is lejárt az egy év, tudom, akkor mondja a logika, mert oké, logikailag lejárt, de itt nem ezt mondta. Igen. És akkor hát így összepakoltam, és hazamentem. És így a semmire. Tehát, hogy igazából nekem ott jött először ilyen pánikbetegség, és végül is azt szokták mondani nagy bölcsek, hogy minden nehézség az azért jó, mert akkor másoknak is tudsz később segíteni, például akik ezen átmennek. Így most már tudom, milyen az a pánikbetegség, a klausztrofóbia, ki is jöttem belőle. Néha-néha, hát a pánik már nem, de tehát észrevettem, hogy annyira összefonódik azzal, hogy az ember, hogyha bátor, és megy előre az útján, akkor lelkileg is erős lesz és egészséges. Ha nem, és visszafordul, már pedig én ezt csináltam, elég sokszor visszaugrottam, akkor kész. Mert belül valami, az életerő egyszerűen így eltűnik. És akkor egyre, szóval, na igen, meg hát ilyenkor falakat is vonunk magunk köré, mert például én azokból az emberek társaságából ugrottam vissza, ahol én nekem éltető erő volt, kreatív erő. Igyál egy kortyot. Igen, kösz. Most nem mondjam, na tessék. Zseniál. Le is veszem. Ne vedd le, mert akkor besípó. Most már levetted. Nagyon jó a fülbe. Igen, mert akkor kijövök. Csak nyomja a fülemet. Életem? Hát most kicsit nyomja már, nem sokáig. 21 évig. Igen, te mondjad. Nem, csak mert egyébként a Krisztiánnal kapcsolatban is, mert azt a nyári történetet még nem fejeztem, ott is volt egy nagy elugrás, de... A Balatonon? A Balatonon. Amikor vitt a... Ja igen, meg gondolom becsípődött a terek a nehéz bőröntő. Nem, az volt, és ezt tényleg kivekatjátok, mert nem akarok végig persze róla beszélni, de hogy ez azért tartozik csak hozzá, mert hogy ez egy többször ismétlődő dolog az életemben, és New York-kal is ugyanez volt, hogy ott van előttem valami, de megijedek tőle, talán a nagyságát, vagy az újdonságától, és igazából abban fejlődnék, de hogy biztonságosabbnak érzem, ugye elugrani. Könnyebb utat választom. Akkor igen, de utána, szóval sokkal rosszabb lesz. És ott az történt, hogy ugye ott volt már ez a kis vándortábor, ott volt már a táskacipel, és meg akkor tényleg jóban is voltunk, hogy több barát, sokat lógtunk egy, és akkor egyszer csak volt egy olyan nap, hogy ugye bementünk a Balatonba. És akkor így hogy nem, ugye vannak ilyen kegyelmi pillanatok az életben, hogy egyszer csak így minden gyerek így elúszott, elmentek, és úgy ketten maradtunk. Tehát ugye 12 éves voltam, 13, de hát ugye ott volt mögöttem Amerika, meg szóval, hogy valahogy úgy lehetett volna, és akkor így egymásra most csöktünk, és így húzott magához közel, tudod, hogy akkor mondjuk megcsókoljon. Igen, nagyon arra, és most jöttünk egymásra, és addig még éltem, amíg most jöttünk, és utána azt mondtam, hogy akkor én most kiúszok a partra, és bocsánat, és így, ahogy most kiú, és így. Bepánikoltam, hátra se néztem, és az igen, szóval az nem volt az szintén egyből, az egy durva volt, szegény, igen. És ráadásul ugye a csomagodat is te vitted. És még nem vitte, és gondolj bele, és de nem is, visszafelé kivitte. Hát látod, már nem is. Lehet, hogy van másik fiú, de azzal nem akartam csokolni. Nem
tudom. Te, ez egy jó kérdés, ezzel még nem gondolkodtam. Tudtad, hogy holnap indultok, és akkor azt mondod az egyik sász, hogy tehát nagyon helyes vagy, régóta figyellek. Igen, de ő nem olyan volt, aki kitalálta a gondolataimat. Egyébként most, amit így látok benned, és rád nézek, így ami lejön, az az, kérlek szépen, hogy Krisztiánnak a magyar nyelvű könyveiből legalább egyet próbálj meg angol nyelvét tenni, és itt próbáld árusítani. Ez egy jó ötlet, köszönöm. Ne a Petire néz, rám néz, mert a jutalékot... Ja, nem, én ilyenkor csak ilyen, szerintem ilyenkor valamit a jutalékot a, ilyen vizuális típus vagy, és de valamit... Lehet, hogy ennyiszer a Krisztián ott volt, és most elmondtad. Tehát, hogy ennyiszer ott van az életedben. Lehet, hogy pont egy ilyen dolgot kellene megcsípni. Lehet. De lehet, hogy nem is Krisztián, lehet, hogy a Krisztiánon keresztül valaki. Valami. Igen, mert valamit én is érzek, hogy tehát két ilyen nagyobb ilyen küldetés vagy missziót érzek így az életem, és tök jó, hogy erre így rátértél. Mert az egyik, ami most alakult ki bennem erősebben és határozottabban az elmúlt 3 hónapban, hogy itt utaztam, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok erősítése, hogy egyrészt a Magyarországgal kapcsolatos PR növelése, mert most abszolút nem menjünk bele napi politikába, de most egyenlőre most feszültség van a két ország között, és hogy minden politikától elvonatkoztatva a magyar kultúra, a szépségek, a nyelv, a gasztronómia, tehát hogy ezen keresztül megszerettetni Magyarországot. Ugye ezt egyrészt már az idegenvezető munkámon keresztül. Na, és elárultam! És elárultam! Judit, hozz egy pohár bolgót! Ajaj! Most már iszok én is. Direkt elmondom neki. Ezt nem szabadott volna, adáson ezt megbeszéltük. Kívül, hogy ne mondd el. Igen. Hát ez kicsúszott. De még volt más munka. Én nem azt mondom, mindenki. Szerintem mindenki rájött, hogy te idegenvezető vagy, mert ennyit nem lehet beszélni, érted? Most el tudom képzelni, van ez a nyitott tetejű buszit, főleg New Yorkban, te megkaptál a mikrofont. De én egyébként olyan érdekes, én meg akkor pont lefagyok az olyan szituációkban, ez nagyon érdekes. Én akkor tudok jól idegenvezetni, ha kis csoportosan vagyok. Igen. Még, talán még a nagy, de hogy ilyen walking tour, tehát az, hogy nekik beszélve, mert ami ilyen nagyon személytelen, ami bele egy mikrofonba, és ja, az, nem. Az nekem van, nem, valahogy mindig kell egy személyes kapcsolás. Uh-huh. Most itt a szemedben nézek, és lehet, hogy azért beszélek ennyi. Uh-huh. Na akkor tényleg megpróbálom egyébként zanzásítani, tehát hogy a magyar-amerikai viszonyok és a magyar kultúra Amerikában való terjesztése, illetve a diaszporában való megtartása, ugye az itteni gyerekek körében és a további generációk körében, ez egy nagyon fontos célom, és a második, ami pedig ez, amit most mondtál, hogy azt is mindig éreztem, mint hogyha talán ezen a spirituális területen is valami fajta közvetítés, vagy tolmácsolás, vagy fordítás, tehát nem véletlenül jött ez az indiai pálmalevél tolmácsolás sem, akkor volt egy másik ilyen, kvázi ilyen kicsit megvilágosodott fiatalabb tanítónak otthon tolmácsoltam ilyen táncos, meditációs workshopját, tehát ezek már többször megtaláltak, sakti táncon voltam tolmács, külföldi oktatóknak a magyar csapat előtt, és így kerültem be, kvázi én is ingyen részt vettem az órán, ugye mert végig tolmácsoltam, és nagyon élveztem, hogy mozgás közben tolmácsolni. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy hülyeséget mondasz, bár egyébként szerintem nehéz lenne lefordítani a könyveit, mert annyira, tehát mivel ő belesűríti tényleg ezeket a mindenféle látásait, gondolatait, akár a toldalékok, ragok szintjén, na most hát ezt rakd át angolba. Hát ez az, igen. Egy, bárki le tudja tolmácsolni angol vagy magyarul angolra, nem abba van a pénz, hogyha pénzre gondolsz, mert nem arra van a pénz, mert ez tök mindegy, mert az úgyis az ő könyve, az ő pénze lesz. Nem is arról van szó, hanem te, amit tudsz csinálni, és visszatérünk ide, hogy neked a YouTube csatornát kéne csinálni, mert annyit tudsz beszélni, hogy, és akkor onnan jöhet majd, amiről gondolom fogsz beszélni a tudatosság, ezek a lelki igen, dolgok. Uh-huh. És a másik, amit akartam még mondani, hogy ez csak egy ilyen kitalál dolog, hogy a amerikai és magyar között nincs olyan jó viszony, mert ez mindig a politikai dolgoktól. Ez most mert, a politika, persze. De, jó, de még, ne is menjünk be. Lefényképeztem 2 darab magyarországi ilyen turisztikai dolgot. Ott van rajta na, a... Szóval volt a ez, igen, szóval ezt nekem nem mondjad, hogy az amerikaiak ugyanúgy mennek Magyarországra. Azért, jó, mert, hát azért, mert azt mondja, azért mert azt mondja, ez de a kormány... Persze, azért, mert az egyik... Igen, azért, mert az egyik kormány azt mondja... Attila, ne szórakozzál! Azért, mert nem politikáról beszélünk, ugyanúgy az amerikai turisták mennek Magyarországra,
tök mindegy, hogy most ezt szereti, vagy azt szereti, az amerikaiak mennek azért, mert egy jó... Ez egy szép ország. Szép igen. ország, és jó a value. Ugye? Igen, nekik egy, hogy ez megéri. Egy jó értékarány. De igen. Igen. Most egy kicsit pillanatra visszaugorjunk. Egyébként ez a diaszporával, tehát a kultúra terjesztése minden hasonló dolog. Jó, hogy találkoztál a Timivel is, gondolom fogsz találkozni több emberrel, és ez abba a folyamatban simán bele tudsz kapcsolódni, mert igen. azért kísérletek és jelenlévő dolgok azért vannak, tehát hogy ezt kellene erősíteni, hogy minél többen tudjanak jönni. Nekem ez már, nem tudom, hogy említette neked, lehet, hogy neked nem mondtam, de hogy nekem az a mániám, hogy fiatal zenészeket, meg írókat ez kihozni. Én is szeretnék még. De várjál, igen, de annyi ilyen, együttes van de, a fejemben. Igen, de várjál, de ilyen 17-18 évesekre gondolok. Tehát, hogy sajnos nem amerikai, hogy 21 éves korig, ugye 21 év után válik felnőtté, ugye? Hát az alkoholivás szempontjából. Csak az alkoholivás szempontjából. Csak az, hogy még ilyen fiatalon magába tudja szívni ezt, amit te most említettél, hogy ezt a nyitottságot, ezt a... De várjál, más... most a fiatal amerikai magyarokat vinnél Budapestre? Nem, vagy nem, onnan hoznám magyarokat ki, ide? Magyarokat ide, hogy egy kicsit körbenézzenek. Aha. Legyenek egy olyan hangstúdióban, legyenek egy olyan fellépésen, ahol mondjuk a Guns N' Roses elkezdte, vagy a Rolling Stones, és akkor érteni fogják, hogy mi az, amit esetleg máshogy kellene csinálni, vagy ők jobban csinálja, vagy nem, érted? Igen, tehát, igen, de igen. Mégis, hogy ezt az egészbe, hogy egy kicsit beleszippant, és az lehet, már... Hogy jó ötlet. Vagy egy kicsit... Múlt héten volt itt egy magyar lány, aki Magyarországon már eléggé elismert, és itt szerette egy kicsit a szárnyat egy kicsit megrebezgetni, az a neve, hogy Zóra, és ő itt lépett fel a Dromba, ahol én diszkóztam, szóval vannak ilyenek, szóval, vannak ilyenek. Igen, igen. Meg hát ugye vannak már befutott nagyobb nevek is otthon, akiket szerintem tök jó lenne amúgy kihozni, tehát ilyen, akár ilyen Bagosi Brothers, meg ilyen szinteken, még nem is mondtam a Timinek, de ugye én akár tök szívesen belefolynék ilyen jellegű, kicsit ilyen szervezés menedzsmentbe is, de lehet, hogy ennek már megvan a kitaposott útja, vagy a pont nem. Tudom, majd Peti adáson kívül elmeséli, hajrá, azt tudjuk mondani. Hát Kata, de jó, hogy itt voltál. Én is nagyon örültem. Lesz még második rész, harmadik, negyedik. Jó, majd kö. Ezért akkor nem akarunk még a te üzletedről beszélni, hogy arra nem akarsz beszélni, ja, amit a végén akartál. Amit a végén akartál, de egyébként én még gondoltam, hogy... Halljuk, 3 percben foglalod össze. Nem, hát igazából ezzel kapcsolatos, amit a Péter is most felvetett, hogy ezért is örülök, hogy láttad ezeket a magyar prospektusokat az amerikai postán, mert hogy én most ugye így bele fogok kezdeni így hivatalosabb, meg szervezettebb formában is egy kis vállalkozás elindításának, ami már ugye már a neve, a brand, az érzete, meg amit szeretnék, már megszületett bennem, illetve már a Facebookon, meg az Instagramon van egy I Go Budapest nevű oldalam, amit nagyon szeretek így fejleszgetni, posztolgatni, és saját túrákat szervezni, és egyre többet szeretnék, ami ugye nem csak Budapestre hozná a külföldieket, hanem mondjuk Szegedre. Például Szegedre, igen, Szegedre, igen. Vagy Győrbe, vagy Veszprémbe, gyönyörű történelmi város, vagy Egerbe. Debrecen. Mindenhova, Sopron, Kőszeg, Pécs, és borvidékek, és Balaton, és the list goes on, és igazából szerintem gyönyörű az országunk, és igen, az lennék én. Éppen idegen vezetek, igen. Életem, hogy figyelj, már kezdik unni szerintem. És ott a Timi is. És ez még csak a bevezető része. Itt pont élvezik. Nem az egyik már vakargatja a nyakát, akkor már biztos sokat beszéltem. Igen, tehát a testmozgásban azért érzékeltek. Nem csak hülyéskedek. Maradj ilyen, amilyennek most mutatkoztál. Meg én tudom, hogy egyébként is civilben is ilyen vagy, mert tényleg 40 fokban, 40 percig, mínusz 40-ben. De ott nem csak én beszéltem, ott négyen, hogy milyen jókat röhögtünk már. Az egy nagyon jó találkozás volt. Igen, de a Timivel, hogy elkezdtétek ketten, és így egymás mellett egyszerre így beszéltek, az zseniális. Mondom, úgyhogy én nem beszélek keveset, és csak így néztelek benneteket, hanem ezt nem szeretem. Tehát két ilyen nővel összejönni, hát ez hihetetlen, de imádlak benneteket. Még a Szebeni Tomit kéne oda tenni. Ja, meg a Tomit, igen. Na, köszönjük. Na, akkor. Hát ez nagyon, a vége, gyorsan elrepült. Nagyon-nagyon élveztem én is. Most már nem kérdeztem. Ja. Akkor nem most már tudunk kocintani egyet, élveztük mi is, ez zseniális az élettörténeted, és biztos, hogy az energiát, amit tényleg így a kamerán keresztül, meg a mikrofonon keresztül átvittél, biztos vagyok benne, hogy egy pár embernek adtál energiát. Remélem, és hogy ez így jó. Van. És én meg tőletek kaptam, és köszönöm a meghívást. Szívesen, találkozunk máskor is. Így legyen. Jön az integetés, Peti meg, szia, mutogass, hogy mit, hol, mikor. Itt lájkolni, ide pedig, hogyha erre rákatintotok, itt
így, akkor az jó az algoritmusnak, és nekünk is jó, meg nektek hol is. Hol van a két tábla, Péter, mielőtt elköszönöm? A tábla? Tessék. Akkor ez már késő. Akkor újra kell mondani. Nézd meg, milyen táblát csináltak. De komoly. Tessék. Ha ide kattintotok, akkor lájkoljátok, ha ide, akkor pedig ott a műsorok vannak ezt. Ja, azt hittem, hogy azt meg fújja. Az meg a nem lehet. Mert ez az enyém. Nagyon jó, ez zseniális.